Kitört egy vulkán Izland fővárosa Reykjavik közelében. A tűzhányó aktiválódását több földrengés is előrejelezte. Az izlandi meteorológiai hivatal szerint egy kisebb kitörés történt, a vulkán viszont erősen füstöl és folyik belőle a láva. A hatóságok szerint azonban a lakosság nincs veszélyben. Az ATV munkatársa Hont András a helyszínen járt, most az ő tudósítását láthatjuk. Jelen pillanatban tartunk a vulkán felől, nem sokára ott leszünk, múlt héten voltunk ott, és akkor már remegett a föld a lábunk alatt, ami mondjuk nem csoda, mert az elmúlt két évben 12 000 földrengés volt, ez jelezte előre, hogy ki fog törni. Erre készültek egyébként az emberek, akár magáncégek, akár hivatalok, azok fel voltak arra készülve, hogy fél óra alatt kiürítsenek mindent. Egyébként ezen túlmenően a helyi életet nem különösebben viselte meg, hozzá vannak szokva, még akkor is, hogyha a vulkánkitörés az elmúlt időszakban nem sűrű volt. Önmagában a Reykjanes-szigetnél a vulkánkitörés az nem tartozik a legnagyobb csodák közé, bár a helyiek figyelik az önfelvételek, a szállásodik is múlt éjszaka folyamatosan ezen fixálódott. Nem biztos, hogy oda lehet menni közvetlenül a vulkánhoz, mi ott pár nappal ezelőtt a lábánál, mert a helyi rendőrség az jelen pillanatban masszív gázszennyezés miatt lezárta. Még egyébként önmagában nagy csoda, mint biztonsági készültségben Izlandon összesen van 700-valahány rendőr. Egyébként pedig abban reménykednek, hogy